Az 1960-as években Vas megye bajnokságként indult, majd 1974-től Szavária kupaként került a Magyar Súlyemelő Szövetség versenynaptárába az erőfelmérő, amely idén már 13. alkalommal viseli Tóth Géza nevét. A március 9-i megmérettetés kvalifikációs nemzetközi verseny is egyben. Kettős érzéseim vannak, hiszen egyrészt 13. alkalommal rendezzük meg ezt a versenyt, ami már tényleg egy igazi tradíciónál nem esedett, de ugyanakkor ez azt is jelenti, mert 13 éve nincs közöttünk Géza bácsi, ami rendkívül sajnálatos, hiszen azt gondolom, hogy ha valakit tényleg egyöntetően szerettek a sporttársadalom, és egész Szombathelyen az ő volt, úgyhogy büszkeség és megtiszteltetés a városunk számára, hogy így ápolhatjuk az ő emlékét. Óriási az érdeklődés, az előnevezéskor több mint 20 egyesület 80 versenyzője adta le részvételi szándékát, a szervezők viszont 60 főben maximalizálták a létszámot. Szerbiából és San Marinóból is érkezik súlyemelő a Tóth Géza csarnokba. A szombathelyi színeket a haladás képviseli, 10 versenyzővel vesznek részt a kvalifikációs erőfelmérőn. Elsősorban ugye Boros Viktóriától várok egy újabb egyéni csúcsot. Idén már indult egy felmérőversenyen Budapesten, ahol a válogatottak vettek részt. Készülünk a Vikivel, tehát egy komolyabb nemzetközi versenyre. Augusztus 25-én lesz a Bádenben egy ilyen nemzetközi verseny, egy női nemzetközi verseny, a Gyűrűs Barbara, illetve Molnár Kinga részvételével. Az U23 3-as Európa-bajnokság pedig majd október végén, november elején lesz. A korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is a korosztályos fiúk versenyével indul a nap, majd a serdülő és ifjúsági hölgyek következnek. Déli 12 órakor megkoszorúzzák az emlékverseny névadójának szobrát, majd ünnepélyes megnyitóra kerül sor. Délután a női és férfi mezőny ragad súlyemelő rudat. A dobogósok között 760 000 forint pénzdíjat osztanak szét.